Jó estét kívánok! 1 millió forinttal járt idén is a megyei prímadíj, amelynek 3 kitüntetettjét pénteken ünnepélyes gála keretében hirdették ki. Az egyik díjazottat, a Bürkös zenekar vezetőjét vendégül is látjuk mai adásunkban, de hogy előtte még kikkel beszélgetek, kiderül következő témaajánlónkból. Átalakuló tanárképzés, új úgynevezett Z-szak indul a Nyíregyházi Egyetemen is. A ma felvásárlás továbbra is várják az üzemek a gyümölcs szállítmányokat. Megyei prímadíj ismét kitüntették Szabolcs-Szatmár-Berek kiválóságait. Egységessé válik jövő szeptembertől a hazai tanárképzés. Az 5 éves képzések még inkább gyakorlatorientáltak lesznek, a hallgatókat pedig komoly ösztöndíjakkal is próbálják motiválni. A Nyíregyházi Egyetemen már több mint 70 szakpárra lehet jelentkezni. Vendégem a stúdióban dr. Hollósi Hajnalka, a Nyíregyházi Egyetem Besenyei György Pedagógus Képzőközpontjának tanárképzési főigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást! Miért gondolták azt, milyen szempontok alapján született az a döntés, hogy ilyen módon változtatják a pedagógus képzést, és ez milyen kihívások elé állította a Nyíregyházi Egyetemet? 2022. szeptemberétől valóban átalakul a tanárképzés, sokkal gyakorlatorientáltabb lesz. Hogy mi váltotta ezt ki? Ennek az okát az elmúlt években kell keresnünk, ugyanis a tanárképzés eddig úgy zajlott, hogy a hallgatóink leginkább csak elméleti, illetve szemináriumi órákon vettek részt, de nem nagyon mentek ki a gyakorlatra. Igazából a gyakorlat az áttevődött a képzésüknek az utolsó egyharmadára, és leginkább az utolsó évre, amikor összefüggő tanítási gyakorlaton vettek részt. A tapasztalatok, a gyakorlat azt mutatta, hogy ez kevés, a hallgatóknak arra lenne szükségük, hogy sokkal hamarabb kimenjenek az iskolákba, és megtapasztalják azt, hogy milyen valódi gyerekeket látni, milyen az iskolába az élet, sokkal jobb lenne, hogyha már hamarabb tudnának szocializálódni. Ezeket átgondolva született meg az a döntés, hogy egy új tanárképzéssel indulunk 2022. szeptemberétől, természetesen országos szinten, és a hallgatók már az első perctől kezdve mehetnek ki az iskolákba pályaszocializációra. Mi az, amit várnak ettől a változtatástól? Mennyi volt a lemorzsolódás az elmúlt évtizedekben? Egyáltalán mennyi volt az aránya azoknak a hallgatóknak, akik igazából el se helyezkedtek pedagógusként, mert esetleg az utolsó pillanatban rádöbbentek, hogy ez nem nekik volt? Igen, ez nagyon-nagyon nagy problémát jelentett, ugyanis a hallgatók gyakran csak az utolsó évben szembesültek azzal, hogy ott van 25-30 gyerek, és nekik ezeket a gyerekeket kell fegyelmezniük, órát tartani, minőségi órát tartani, és sokan így eltántorodtak a tanári pályától. Sokkal hasznosabb és jobb lenne az, hogyha már az első percektől kezdve megélnék azt, hogy milyen a gyerekek között lenni, milyen nehézségek, milyen problémák vannak, és emiatt sokkal inkább bízunk abban, hogy bent fognak maradni a tanárképzésbe. Valóban jelentős volt a lemorzsolódás. Igazából úgy érezzük, hogy az elején is van lemorzsolódás, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak az utolsó években, de valóban sokan tanári diplomával nem tanárként helyezkedtek el, és ugye jelenleg, amikor óriási a tanárhiány, ez problémaként jelenik meg, és ezért nagyon szeretnénk, hogy a hallgatóink az 5 év alatt, egységes 5 éves képzés lesz szeptembertől, hogy az 5 év alatt megszeressék a tanári pályát, szocializálódjanak, megismerjék a normál, a hátrányos helyzetű iskolákat, és természetesen az új átalakuló tanárképzés keretében a középiskolát is, hiszen el kell mondanunk, hogy attól is új ez a tanárképzés, hogy ez az 5 év alatt megszerzendő diploma egyaránt általános és középiskolai tanításra ad képesítés diplomát a hallgatóknak. Ez azt is jelenti, hogy sokkal több gyakorlati képzőhely, gyakorló iskola lesz majd a megyében, megyeszerte, mert hogy eddig ugye volt 2, aztán maradt 1, az 5-ös gyakorló, most mi lesz a helyzet? Igen, azért itt el kell mondanunk, hogy valóban az 5-ös gyakorló a gyakorló iskolánk, de az utolsó 1 éves összefüggő tanítási gyakorlatot nem itt végzik a hallgatók, nem is végezhetik itt. Ezt a gyakorlatot a hallgatók választhatják meg, akár a lakóhelyükhöz közeli
intézményekben is, tehát elég sok iskolával van már most is partneri szerződésünk, de természetesen bővíteni fogjuk ezekkel az iskolákkal a kapcsolatoknak a számát, hiszen már az első fél évtől kezdve fogjuk vinni mi egyetemi oktatók a hallgatókat, és a pedagógusokkal együtt a pályaszocializáció keretében fogjuk a hallgatókat felkészíteni a tanításra. Tehát ezzel több mint 70 szakpáron. Így van, így mik van. A legnépszerűbbek, vagy mi az, amire a leginkább várják a hallgatók jelentkezését? Hol van a legnagyobb hiány? Igen, én azt gondolom, hogy ez, hogy több mint 70 szakpár indul, ez nagyon különleges dolog, ez nagyon egyedi a Nyíregyházi Egyetem részéről. Valóban így döntöttünk, ez a döntés született meg, hiszen ugye ez az egyetem döntése, hogy milyen szakpárokkal indulunk. Mi úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy a leendő hallgatóink választani tudjanak, sok szakból tudjanak választani. Hogy mi a legnépszerűbb? Ki kell emelnem például Nyíregyházán az énekzene, vagy éppen a testnevelés szakot. Nagyon-nagyon sok hallgatónk érkezik például testnevelés angol szakra, az ének, népzene szak is nagyon népszerű. De mi nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a természettudományos szakok is újra népszerűek lesznek. Sajnos egyelőre azt kell mondanunk, hogy a hallgatók nem szívesen választják ezeket a szakokat, de hát ugye itt van az új Z-szak. Ez mit jelent ez a Z-szak? Erről nagyon-nagyon szívesen beszélek, és fontos beszélni. Nagyon várjuk a középiskolásokat, hogy Z-szakra jelentkezzenek hozzánk. Ez egy új természettudományos környezettanszak, amit mindenképpen ki kell emelnünk, hogy ez nem szakpár. Leírva úgy néz ki, hiszen kötőjellel írjuk, de nem szakpár, ez egyetlen egy szak. Ez nagyon-nagyon kivételes, ugye említettük, hogy több mint 70 szakpárra lehet jelentkezni, és erre a szakra, ami nem szakpár, hanem ez egy nagyon-nagyon összetett képzés. Ezzel a diplomával a hallgatók taníthatnak majd az általános iskolák felső tagozatán minden természettudományos tárgyat, tehát biológiát, fizikát, kémiát, földrajzot, illetve középiskolába is taníthatnak a 10. osztályig a komplex természettudományos tárgyat, mert hogy középiskolába már ilyet tanítanak, illetve miért tanulnak. Miért ez a hogy Z-szak? Azért Z-szak, mert a Z-generáció igényeire épül, a Z-generáció digitális igényeit kielégítve fog zajlani maga a képzés is. Nagyon szeretnénk, hogy nagyon-nagyon magas színvonalú legyen. Az első évben például szinte csak megalapozó ismereteket fognak tanulni, nemzeti parkokba fognak utazni, és ők maguk fognak megismerkedni a természettel, és utána kezdjük majd nekik nagyon sok kísérlettel, tapasztalással megtanítani, hogy modern köntösbe hogy is lehet természettudományt tanítani az iskolákban. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk rá mindenkit, és nagyon fontos elmondani, hogy emelt érettségi természetesen fontos, de bármiből, akár testnevelésből, magyarból, tehát nem kell természettudományos tárgyból emelt érettségizni. Ez egy különlegesség. Hogyan készíti fel a leendő pedagógusokat a Nyíregyházi Egyetem erre a nagyon gyors változásra, ami nem csak a tudomány területén gyors, de a gyerekek viselkedésében is leképeződik. Teljesen más az inger éjségük, az inger feldolgozási mechanizmusok, egészen más eszközöket igényelnek. Így van, teljesen meg kell újítani a módszertani képzéseinket, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, nagyon fontosnak tartjuk például a differenciált fejlesztést, az egyénre szabott fejlesztést, ezeket mi már évek óta tanítjuk, oktatjuk a hallgatóinknak. A LEGO módszertant fogjuk most szeptembertől az újonnan induló képzésbe bevonni. Egyedülálló Magyarországon a LEGO innovációs stúdiunk. LEGO módszertant tanítunk a hallgatónknak, és minden olyan módszertani eszközt, minden olyan módszertant meg fognak tőlünk kapni, amivel ebbe a felgyorsult világba, ugye a Z-generáció és a mostani fiataloknak érdekes tanórákat tudnak majd tartani. Nagyon komoly ösztönző programmal várja a leendő hallgatókat az egyetem. Miért volt erre szükség, vagy miért érzik, hogy erre szükség van? Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megyeszerte, illetve megyén túl is az egész régióban eljusson azokhoz a középiskolás fiatalokhoz, akik szeretnének tovább tanulni, gondolkodnak a továbbtanuláson, de esetleg az anyagi lehetőségeik miatt úgy gondolják, hogy mégsem fogják megpróbálni a felsőoktatást.
A Nyíregyházi Egyetem, mint ennek a régiónak a tudományos, kulturális központja, úgy gondolta, hogy segítjük ezeket a fiatalokat, akik esetleg a hátrányos helyzet, szülők társadalmi helyzete miatt nem tudnának felsőoktatásba jönni, és ezért azt gondoltuk, hogy olyan ösztönző programokat állítunk össze, olyan támogatásokat, amelyek megkönnyítik a továbbtanulásukat. A Nyíregyházi Egyetemre érkező vidéki hallgatók, mindenki kap kollégiumot, tehát nem kell azon izgulni, hogy lesz-e kollégium, vagy esetleg drága albérletet kell fizetni, mindenki kap kollégiumot. Továbbá minden első évre beiratkozott hallgatónk egy laptoppal indíthatja az évet, tehát mindenki kap a Nyíregyházi Egyetemen laptopot, ami azt gondolom, hogy ma már elengedhetetlen a tanulmányokhoz. Illetve ugye kiemelve a tanárképzést, nagyon-nagyon fontos elmondanunk, hogy minden nappali tagozatos tanárszakos hallgatónk 10 hónapon keresztül 50 ezer forintos ösztöndíjban részesül, természetesen ezt a tanulmányi és a szociális ösztöndíj mellett. Ez egy nagyon új dolog, ez a Nyíregyházi Egyetem az úgymond támogatása a hallgatók számára, hogy bátrabban merjenek jelentkezni hozzánk, és bátrabban merjék elkezdeni a felsőoktatást. Mi az, amit várnak attól, hogy a hátrányos helyzetű hallgatókat is behívják az egyetemre, és ugye a programban is szerepel, hogy kifejezetten hátrányos helyzetű iskolákat is bevonnak ebbe a képzésbe. Nyilván ugye el kell mondanunk azt, hogy a megyében nagyon-nagyon magas a hátrányos helyzetű általános iskoláknak a száma. Azt is tudjuk, hogy sajnos nagyon nagy a pedagógus hiány. Ezért úgy gondoljuk, hogy ha minél több jó képességű fiatal, érettségiző fiatal nem megy el dolgozni, hanem inkább a tanulást választja, eljön a Nyíregyházi Egyetemre, eljön a tanárképzésre, megszereti, szocializálódik, úgy érzi, hogy szeretne gyerekekkel foglalkozni, akkor nagyon bízunk benne, hogy itt marad a régióba, visszamegy akár a szülőfalujába, vagy más településre, ahol ugye ezáltal a pedagógus hiány is csökkenne. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen egy nagyon jó kezdeményezés, ne kallódjanak el ezek a jó képességű fiatalok, mi támogatjuk őket, és ők pedig utána a hátrányos helyzetű iskolákba a tudásukkal támogatni tudják a gyerekeket. Dr. Hollósi Hajnalka, főigazgató asszony, köszönjük, hogy mindezekről beszámolt szépen. Nekünk. Köszönjük. Javában tart az idei alma feldolgozása az üzemekben. Egyes híresztelésekkel szemben utóbbiak nem zártak be november 20-án. A termelőknek a következő napokban is lehetőségük beszállítani a gyümölcsüket. Ebben az évben egyébként nem volt gond a mennyiséggel, a megyében csúcstermés termett, idén azonban elhúzódik az almaszüret, amelynek nem az időjárás, hanem a munkaerőhiány az oka. A minőség ellenőrzés követően a billentőn keresztül kerül a vásárosnaményi gyümölcsfeldolgozó silójába a beérkezett alma. Rögtön át is mossák, majd a tároló silóba jut, innen pedig egy újabb mosás után a darálóházba. A darálóházban a válogató kollégák elvégzik az alapanyag válogatását, ahol a romlott alapanyagot, illetve az idegen anyagokat kiválogatják. Ezt követően történik egy darálás, és a zúzaléknak a melegítése 25 Celsius fokra. A melegítés követően a présteremben található zúzaléktartályba tároljuk, így keletkezett zúzalékot, azt követően pedig préseljük. Présés után két frakciónk van, egyik az úgynevezett nyerslé, a másik a törköly. A törköly szállításra kerül, a nyerslé pedig szűrés után egy tartályba, ahonnan pedig az elősürítőre. Elősürítés követően a keletkezett levünket szűrjük, derítjük, majd pedig történik a végsűrítés, ahonnan már a tárolótartályokba kerülnek. Mindez a beérkezéstől számítva mintegy 20 órát vesz igénybe. A minőség ellenőrzés követően egyébként további tartályokban tárolják a kész almalé sűrítményt. Itt pedig már a kamionokban szállításra várva, hogy jellemzően gyümölcslé vagy szájder készüljön belőle. Az időjárás idén nem nehezítette a betakarítást, enélkül sok gyümölcs maradt volna a fákon. Nem jellemző egyébként, hogy ilyen sokáig elhúzódik a szüret, ennek az az oka, hogy kevés az ehhez szükséges munkás kéz. A mennyiségre ebben az évben nem lehet panasz. Ezen a problémán túl lehetne lenni, ha nem ott lennének az emberek, ahol most vannak, és ez nem nagy
intézkedés kellene, hogy a betakarítási időszakban ezt a feladatot ellátjuk. Említettük itt magunkon keresztül is a honvédséget, egyetemeket, általános iskola felső tagozatokat. Mindenki ott volt, amikor be kellett takarítani a régi rendszerben, az almás kertekben, most sincs ez másképp. Vagy a területet kell lecsökkenteni, és akkor most itt a támogatásoknál, a telepítésnél el lehetne gondolkodni azon is, hogy egy bizonyos kvóta rendszer szerint, vagy valamiért, ennek így úgy sok értelmét nem látok, hogy támogassuk, növeljük a területet, a hozamokat növeljük hektáron belül is, és se piacunk nincs, se feldolgozunk, se aki leszedje. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó témát feszegetünk akkor, amikor a gyümölcstermesztésről beszélünk. Mennyire számít átlagosnak, vagy mennyire számít kiemelkedőnek az idei termés mennyisére? Hát a tavalyi elfogyás után sok kertben csúcs termések vannak, országosan ez nem mondható olyan, egy ilyen 500-550 ezer tonna terem, amikor ilyen sok termés van az egész országban, akkor ez megközelíti a 900 ezer tonnát, úgyhogy nem mondhassuk, hogy egy olyan közepes termés, vagy talán azt mondhassuk, hogy egy közepes terméssel állunk szembe, de rettenetes piaci zavarokat okoz. Ez is 5 év alatt Lengyelországból beszállított csak alma 10-szeresére növekedett. Ez nyilván azt a hazai piacot, és ez ami dokumentálható, ami a 10-szeresére növekedett, amiről nem tudunk, az lehet, hogy még nagyobb arányban, és egyébként is több étkezési almát termelünk meg, mint a hazai szükséglet van. Külföldre nem viszünk sehol, úgyhogy akkor is lenne zavarunk, ha nem engednénk be a behozatalt, főleg így meg, hogyha még ránk is hoznak, 30-50 ezer tonnát, azzal már azt nem tud kezdeni semmit a piac. Van a mi megyénkben olyan termelő, aki a tavalyi almáját, két kamrát is áttárol ebbe a szezonban, mert nem tudta értékesíteni, és hát sajnos ezzel valamit kezdeni kellene, hogy ez ne forduljon elő. Én úgy gondolom, hogy a kereskedelemmel is az Agrárminisztériumnak tárgyalásokat kell kezdeményezni, hogy az az alma, amit mi itt kivisszolunk 100 forintért, hogy kerülhet az a vásárlóerő 600 forintért. Én úgy gondolom, hogy ez túlzás. Nem tudom, hogy a jogszabályoknak megfelele, hogy ennyiszeres szózóval kerülhet a vásárló elé. Ezekkel is kezdeni kellene valamit, mert lehet, hogy 250-300 forintért egyszer ennyi almát fogyasztanánk, mint 600 forintért. Hát 600 forintért már lehet húst vesznek, meg banánt vesznek, meg ki mit vesz, de riasztó már maga az ár is, és sajnos mi is találkozunk azokkal, amelyünk az áruházba. Nyilván ott állunk meg előtte, és akkor fel vagyunk lázadva az ellen, hogy lássuk, hogy 599 forint egy olyan kiló alma, amit örülnénk, ha mi 100 forintért tudnánk értékesíteni. A vásárosnaményi feldolgozóban a tervezett mennyiséget sikerült felvásárolni. Az alapanyag mennyiség az évről évre közel azonos, ami most ebben az évben nagyobb problémát jelentett, és ez a jövőben is erre fel kell készülnünk, hogy egyre nagyobb mennyiségben érkezik be hozzánk idegen anyag, ami főleg falevél, faág, illetve kő, ami ugye a gépi betakarítás követően, a porkosi rész azt követően pedig hozzánk kerül. A rendeletnek megfelelően augusztus 1-ig kell az általunk feldolgozni kívánt alapanyagot leszerződni, ezt nekünk sikerült is, és a termelőinkkel a beszállítások megtörténtek, mindenki teljesítette a szállítási kötelezettségét. Árakat illetően előző évekhez képest voltak-e bármiféle konfliktusok, vagy változtak-e jelentősen? Konfliktusok igazából nem voltak. Az alapanyag árunk egész feldolgozási szezonban stabilan 25 forint plusz áfa, illetve azon termelőinek, akik hosszú távú beszállítói szerződéssel rendelkeznek, 27 forint plusz áfa volt a alapanyag ára. A termelők körében a közelmúltban elterjedt az a hír, hogy a feldolgozók csak november 20-áig veszik át a szállítmányokat. Ez azonban nem igaz. Addig nem zárnak, meddig a feldolgozónak lesz elég alapanyaga. Egy tévhit keringett itt a megyeiben, hogy november 20-áig osztottak ki diszpót, és utána mindenki ezt úgy gondolta, hogy be fog zárni az üzem, nem zárnak be, úgyhogy mindenki nyugodt lehet a betakarítással, csak a jó idő függ most már, hogy remélem, hogy azért november végére mindenkinek sikerül betakarítani a gyümölcsöt, de elgondolkodtatásra ad okot, hogy mi legyen, mert azért nem jellemző, hogy novemberben még az almát takarítsuk be vele.
Azt is jelentette, hogy akkor az üzemek környékén most így a novemberi napokban főleg nagyon sokan érkeztek, és próbáltak minél többen túladni a termésükön, mert hogy azt hitték, hogy már csak pár napjuk van erre, vagy mit okozott, miért okozott ez zűrzavart az ágazatban? Hát igen, féltek attól, hogy nincsen diszpójuk. Több súllyal mentek oda, mint amire diszpójukon sorbaállást kényszerített, és az azt jelentette, hogy 7-8 órákat álltak sorba. Addig a pótkocsi hiányzott otthon, főleg a kisebb termelőknél, addig nem tudtak szedni, és ez a tornyosulás, ott a sorban állás okozott olyan problémát, meg az egymás közti beszélgetés közt, hogy oda fog fagyni, meg nem megy az üzem, meg leáll, szóval elég sok kellemetlenséget lehetett hallani, ami ott az üzemek előtt zajlik, de én azt gondolom, hogy most ezzel az információval megnyugtattuk azokat a termelőket, akiknek még nem sikerült betakarítani, hogy szedjék össze, legyen otthon ládába, a 20-a után fogja beszállítani, és semmit nem veszít, az ára nem fog már csökkenni szerintem, mert ha csökkent volna, akkor a nagy csúcs szezonba csökkent volna. Én azt gondolom, hogy inkább azon kell a jövőn elgondolkodni, hogy ez ne forduljon elő, hogy november közepén még nincsen az alma betakarítva. Tizenötödik alkalommal adták át pénteken a megyei prímadíjakat. Az ünnepélyes gálát ezúttal szűkebb körben rendezték meg. A pénzbeli elismeréssel járó címet idén dr. Szerafin László hematológus főorvos, Vajda Tamás úszómesteredző és a jövőre 20 éves Bürkös zenekar érdemelte ki. Utóbbi tagjainak a hagyományok tiszteletét, a népzene generációkon átívelő, emberi tartást adó és sugalló értékeinek őrzését, közvetítését köszönték meg a díjjal. Köszöntöm a stúdióban Kerezsi Antal prímást, a Bürkös zenekar vezetőjét. Jó estét kívánok, és egyúttal gratulálok a díjhoz. Nagyon szépen köszönjük. Mit jelent ez a Príma díj a zenekarnak, és mint megtudtam, már Hajdú-Bihar megyében is egy alkalommal ezt megkapták. Óriási dolog. Tehát ez egy óriási elismerés számunkra. Ezúton köszönjük felterjesztőinknek és ugye a bizottság tagjainak ezt a bizalmat, hogy megkaphattuk. Hát ugye, mivel gyerekkorunk óta ezzel foglalkozunk, ezért ez tényleg egy óriási elismerés. Figyelnek a munkánkra, értékelik ezt a munkát, és tényleg a meglepetés erejével hatott a díj, amikor elhangzott a nevünk, még először fel sem tudtuk igazán fogni. Ugye akkora nevű személyek voltak jelölve, és akkor a saját köreikben ugye olyan jelentős emberek, hogy meg sem fordult a fejünkben, hogy mi ezt megkaphatjuk. Tehát már a jelölésnek is örültünk. Közel 20 éves a zenekar. Hogyan alakultak, hogyan verbúválódott össze ez a kis zenekar? Az igazság az, hogy 1998-ban alakultunk, úgyhogy már a 20. évünket betöltöttük, és 2003 valószínűleg ez a megtévesztő, hogy 2003 óta muzsikálunk jelen formációnkban, azóta rendíthetetlenek a tagok. Én azt mondom, hogy egy igazi családi kötelék alakult ki köztünk, amellett, hogy ugye barátok vagyunk, kollégák vagyunk, ez a Bürkös, ez egy nagy család. Közben ugye mindenki megnősült, családot alapított, és ugyanúgy a feleségeink is jó viszonyt ápolnak, mint a gyerekeink is jó viszonyt ápolnak. Együtt járunk nyaralni, tehát a szabadidőnket is nagy részét együtt töltjük. Ez az elmúlt 20 év, tehát most így együtt ez a közel 20 év, ez nagyon mély nyomot hagyott mindenkiben. Nem tervezzük, hogy még ezek a nyomok eltűnjenek egyenlőre, mert ugye van még mit fejlődnünk, van még mit tanulnunk, és van még mit kimuzsikálnunk magunkból. De amennyire én tudom, nem csak saját maguk tanulnak, hanem következő generációkat is tanítanak, vagy így legalábbis van. Elültetik azokat a magvakat, így van, ugye a ami társaim, a népzene irányába igen, fordítják. A társaim pont itt, ugye még akkor nyíregyházi főiskolára, énekzene, népzene szakra jártak. Ketten Kárpátaljáról érkeztek. A vezető primásunk, ő Miskolcról érkezett ide a főiskolára, és itt ismertük meg egymást. Én nem ide jártam, én más irányvonalat követek,
de én itt találkoztam velük 2002-ben, és 2002 év végén eldöntöttük, hogy akkor következő évtől mi együtt fogjuk folytatni a munkánkat, és úgy, ahogy elhangzott, például a primásunk, ő a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium népi hegedű tanára. És hál' Istennek látjuk, hogy sikeresen veszi ő is az akadályokat. Tehát, ahogy elhangzott az előbbiekben is, ugye nagyon nehéz a diáktoborzás, viszont egyre többen érdeklődnek iránta. Nem csak a hegedű, mivel ő ugye hegedű tanszakon van, nem csak a hegedű iránt, hanem minden egyéb más hangszer iránt is. Hál' Istennek azért ezek a művészeti tevékenységek fellendülőben vannak, tehát akár ezeknek az oktatása is. Én azt mondom, hogy egyre több diák jelentkezik. Amikor ön kezdte ezt a pályát, akkor még mondhatni ellenszélben indult? Vagy nem volt ekkora támogatottsága a népzenének, a népzenélésnek, mint ma? Bizonyos kereteken belül működött ez a dolog, tehát nem volt ennyire ismert az emberek között. Hiába ez a saját kultúránk, a saját hagyományaink, nem volt divatos, nem volt trendi, most így egy kicsit ugye modern szavakkal élve, nem volt trendi ezt folytatni. Nem ellenszélben indult, inkább azt mondom, hogy egy picit úgy, hogy el volt nyomva. Tehát a modern zenék iránt nagyobb volt az érdeklődés, mint a magyar autentikus népzene iránt. Ez egy nagyon furcsa volt, mert én is klasszikus zenéről álltam át 11 évesen, úgymond teljesen. Mi volt az indítatása? Őszintén, balkezes vagyok. Nekem, tehát én a személyes indítatásomat mondom, balkezes vagyok, és én voltam a klasszikus zenében a legrosszabb diák az iskolába. Nem is igazán érdekelt már akkor annyira, mint ahogy amilyen hevesen és nagy volumenben megpróbáltam azt 6 évesen, hogy nekem hegedűm lesz. Volt valami családi háttérem? Semmilyen családi hátterem nem volt. És, mármint, hogy zenei vonalon. Bocsánat, igen, zenei vonalon nem volt semmilyen családi hátterem. Annyi, ami motivált, hogy nagyapám a Kállai Kettős Néptánc Együttes alapító egyik alapító tagja volt. Hát akkor mégiscsak volt valami. Néptáncos volt, uh-huh. És az akkor még élő cigányzenekar a 90-es évek elején, tehát 1990-ben már meghalt nagyapám, tehát inkább az 80-as évek végén, az én emlékeim szerint a névnapokra, karácsonyra, nagyobb ünnepekkor megjelent és köszöntötték. És elég sokat vigyázott rám, és ezek a cigányzenészek nem engedték, hogy hozzányúljak a hegedűjükhöz. És nagyon érdekelt, és amikor 6 évesen az általános iskolába 1990-ben egy hegedű tanárnő diákokat toborzott, és feltartotta a hegedűjét, hogy ki szeretne hegedűre járni, akkor én voltam az első, aki jelentkeztem, mert azt meg lehetett fogni, így van. Utána majd egy pár hét elteltével rájöttem, hogy nem is olyan egyszerű ez a dolog, akkor már viszont azt mondtam, hogy hát én mégse szeretnék hegedülni. Szülők az elejé kezdeti meglepetés volt, ugye nekik ez, hogy én hegedülni szeretnék, és utána azt mondták, hogy ha már elkezdtem, akkor én ezt be is fogom fejezni, legalább az alapfokú zenei iskolát. És akkor ugye 11 évesen megismerkedtem a Kállai Kettős Néptánc Együttes tagjaival, annak a zenekarával, ugye felnőtt emberek voltak, és nagyon tetszett, amit csinálnak. És az volt nekem a kezdőlöket, hogy én magamtól igazán, mikor már érdekelt a dolog, akkor a magyar népzenét hallgatva otthon megpróbáltam azt ugye visszamuzsikálni, ugyanúgy, hogy a mai napig is tesszük, mert ugye népzenei gyűjtésekről több évtizedes népzenei gyűjtésekről tanulunk a mai napig, és már akkor annyira megszerettem, hogy a Kállai Kettős Néptánc Együttes zenekarába bekerültem 11 évesen, és 13 évesen már zenekarvezető primás lettem, és azóta az is vagyok. Mi az, amiben a legtöbbet adja ez önnek? Említette a következő generációknak a úgymond toborzását, vagy a terjesztését, vagy mondjuk a népzenének a gyűjtése, annak az őrzése. Mi az, amit jelent leginkább? Én egy nagyon nacionalista ember vagyok, tehát én ragaszkodom a sajátunkhoz.
és a zenekar minden tagja ilyen. Tehát így is, ebben is egy kicsit úgy összeértünk. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát ahogy tetszett mondani, hogy ugye az utánpótlás. Nagyon-nagyon fontos az utánpótlás, mert a saját hagyományainkat örökítjük, tovább is visszük, és generációk múlva is ezek a népdalkincsek élni fognak, és nem hagyjuk kiveszni, elveszni őket. Tehát a körülöttünk lévő országokban ez a nacionalizmus, ez már évtizedek óta megy, és nem szégyelték soha azt, hogy a saját zenéjüket hallgatják, akár a rádióban, vagy akár a televízióban, vagy bármilyen műsorban. Itt azért valljuk be, hogy egy jó pár évet tudunk úgy említeni, mióta ez országosan nem szégyen. Tehát amióta a néptáncoktatást is bevezették, ugye általános iskolai keretek közé, ugye kötelező lett, vagy újra felütötte a fejét a felszállott a páva, mint ugye egy televíziós vetélkedő. Tehát azóta a gyerekeknek is megjött a kedve, akár a népzenére, akár a néptáncra, vagy bármilyen ehhez köthető tevékenységhez. Kerezsi Antal, még egyszer szívből gratulálok, és nagyon remélem, hogy még sok évtizedig fognak tudni együtt zenélni. Bízunk benne, köszönjük szépen. Többi taggal együtt köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Kedves nézőink, a 35 percet látták, ezzel a műsorunkkal legközelebb szerdán jelentkezünk. Készülve a Black Friday akciókra, hasznos tanácsokkal szolgálunk a vásárlás előtt állóknak. Bemutatjuk a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bench modelljét. Emellett a szakszerű szelektív hulladékgyűjtés mikéntjéről is szó lesz az adásban. Várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is további szép hetet kívánunk.